Száraz György nyomtatásban megjelent könyvei megrendelhetőek a napvallas.hu oldalon, illetve hangos könyvként elérhetőek a voice.hu oldalon. Boldog napot, szeretettel köszöntünk benneteket Liszka Judittal, akivel a mai napon a kínai asztrológia szempontjából fogjuk megvizsgálni az előttünk álló hónapot, ami pedig a kakas hónapja lesz. Szia Júzus! Szia Gyuri, sziasztok! Mi várható? Így a nyár véget ér a majom hónap. Milyen jellege van, milyen tendenciák rajzolódnak ki lelki szemeid előtt? Hát hál' Istennek, én azt gondolom, ez a kakas hónap szeptember 7-én fog kezdődni, 11 óra 53 perckor. Én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag lazább hónap lesz. Tehát itt ugye mondják, hogy megint jön a vírus, meg mit tudom én. Tehát én októberre tendálom azt, amikor egy picit be fognak keményíteni. Most még biztosan nem, szerintem. Tehát már lehet, hogy lesznek ilyen előzőngék, de valahogy olyan az egész hónapnak a képlete, hogy nincsenek konstellációk, tehát nincsenek szembenállások, aratások, tehát így nagyjából semmi. Ez nagyon ritka. Én legalábbis még amióta mi együtt dolgozunk, nem hallottam egy olyan hónapról, aminél ennyire, hát olyan sima ügynek tűnne, vagy olyan lájtosnak tűnnének ezek a konstellációk, mondjuk így. Igen, nem is azt mondanám, hogy sima, hanem ilyenkor úgy az van, hogy a hónapnak az eszenciáját kell csak nézni, tehát hogy jintűz, kakas hónap, és akkor a jintűz és a kakas dominancia, és ezt semmi nem zavarja meg sehonnan, hogy úgy mondjam. Oké, mit jelentenek ezek akkor a te olvasatodban, a mi számunkra? Én azt gondolom, hogy egy picit mindenki visszafogottabb lesz, egy picit komolyabb lesz, picit konzervatívabb lesz a hozzáállásunk. Ugye most már azért szeptemberben elkezdődnek az iskolák, tehát egy picit olyan szorgosan leszünk a hétköznapokban, hogy elkezdünk terveket kovácsolni, hogy mi legyen ősszel, mi legyen télen az év hátralevő részében. Nincsenek ilyen nagyon, nagyon nagy energiák, amik mozognának. Tehát picit érzékenyebbek leszünk, jobban rá tudunk hangolódni ugye az életünkre. A tervezésre ez az időszak egyébként nagyon jó. Azért mondtam, hogy előre lehet tervezni, hogy hogyan és miként legyen. Sokkal inkább intellektuálisan állunk minden dologhoz hozzá, picit racionálisabbak vagyunk. És ez jó is így, nem kell most akkor a tettek mezére lépni, rögtön nem kell kapkodni, nem kell belevágni, szépen ki lehet jelenni az ötleteket, ugye? Igen, sokkal inkább a tervezésről szól. Arra kell figyelni, hogy mondjuk ne legyünk túl önfeláldozóak, tehát bizonyos élethelyzetekben azért figyeljük magunkat is, tehát ne csak az legyen, hogy másokért csinálunk dolgokat, és ne folyjunk nagyon bele másoknak a dolgaiba. Ez egyébként miből következik, csak a kíváncsiság kedvéért? Ez egy intűzből következik, hogy ez egy nagyon önfeláldozó elem, és akkor ugye hajlamos a saját boldogságát háttérbe rakni mások miatt. És ilyenkor, amikor intűz hónap van, egy picit mindenki ilyen intűzzé válik. Mondjuk, ha már intűz, egy dologgal kell figyelni, hogyha a dolgokat visszafojtunk esetleg, mert ez is ez az elemhez tartozik, hogy visszafojtunk dolgokat, és utána hirtelen robbanunk. Tehát erre vigyázni kell, mert ilyen lehet, hogy nem mondjuk, és dur, utána robbannak helyzetek. Tehát, hogy az energia áramlás ilyenkor nem annyira jó, mert visszafogás, és talán kiengedés van. Nem az van, hogy folyamatosan engedjük a dolgokat. Ez az egyik fele. Oké. És akkor a másik fele, ami ugye a kakasból következik, tehát itt még fém energiák vannak abszolút, mindenkiben egy, és ugye az egész év fém, tehát ez nagyon fontos, mert ugye egy infémbiva évben vagyunk. Igen, ezt mondjuk el lassabban, tehát infémbiva évben vagyunk, és a kakas is egy. Egy infém energiát kölcsönöz a hónapnak, tehát ahogy egész évben ott van bennünk az, hogy szívesebben szerepelnénk, mutatnánk meg a képességeinket, bontakoztatnánk ki magunkat, esetleg nagyon sok ember van váltásba, munkát vált, élethelyzetet vált, és ebben van egy olyan is ebben a kakasban, hogy maximalizmus saját magunk felé. Tehát arra is nagyon oda kell figyelni, hogy mennyire vagyunk maximalisták. Tehát, hogy oké, jó dolog ez a maximalizmus, de nem kell azért agyon gyötörni magunkat. Ebben a hónapban fontosabbá válik az, hogy például ki mit gondol rólunk, tehát mi a mi megítélésünk, ugye a kakasnál ez a renomé, mi a mi renoménk, tehát hogyha esetleg olyan élethelyzetekbe kerülünk, hogy más megkérdőjelez minket, akkor lehet, hogy összerakva intűzzel visszafojtunk, és mondjuk robbanunk. Tehát mondjuk egy munkai szituációban, hogyha akár olyan pletyka, vagy olyan dolog kering rólunk, ami mondjuk nem tetszik, vagy kiderül, vagy úgy áll hozzánk valaki, akkor lehet, hogy már egy ideje visszafojtunk dolgokat, és ebben a hónapban fontosabb lesz az, hogy azt mondjuk, hogy na jó, én ezt nem, és akkor kirobbanok. Tehát erre figyelni kell. Mondtam, hogy a tökéletességre törekvés az egy picit így rossz lehet.
Illetve ebben a hónapban mindenki jobban fogja igényelni azt, hogy visszaigazolást kapjon. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk valamit jól csinálunk, akkor megdicsérjenek. Egy picit kevésbé fogjuk azt tolerálni, hogyha rögtön szembesítenek a hibáinkkal. Tehát nem. Lehet, hogy máskor ezt jobban toleráljuk, de most nem lesz az jó, hogyha rögtön a fejünkre olvassák a hibáinkat, és nyilván ezért mi se tegyük másnak. Pontosan. Hanem valahogy úgy utaljunk rá, hogy tudjuk, vagy észrevettük, de hagyjuk meg a lehetőséget a másiknak, hogy javítson, és ne rohanjuk őt le, mert nem fog jól kijönni. Az elvárások nagyok magunkkal, másokkal, ennek is nyilván megvannak a maga csapdái, tehát erre érdemes még figyelni. Aztán a hónapban van két földenergia, de ez nem annyira erős, ez már egy másodlagos üzenet, hiszen a nap és az óra határozza meg, ami ugye csak az nap és abban az órában, amikor indul ez a hónap, akkor van jelentősége. De olyan szempontból mégis ott van, hogy itt van egyfajta földelés, tehát hogy mégiscsak egy picit beállnak az energiák, lassúbbak vagyunk, kevésbé vállalunk kockázatot, jobban megnézzük a döntéseinket, jobban számolunk a következményekkel. Tehát én azt gondolom, egy pici ilyen, van bennünk egy kicsi kivárás, van bennünk alaposság, tehát azért mondom, hogy a tervezésre nagyon jó, mert nincsenek olyan nagy energiák, amik akkora lökést adnának, ellenben tervezni viszont lehet. Van ugye a képletben két ló is, ami ugye arra hajlamosít minket, és ez is csak egy másodlagos dolog, hiszen nem ez a fő üzenet, de lehetnek ilyen szituációk, hogy néhány dolgot túltolunk, hogy nem tudjuk, hogy hol a határ. Ez lehet az, hogy túltolhatjuk a munkát, de a szórakozást, bármit túltolhatunk. Tehát amikor úgy nehezebben fogjuk meg a határainkat. És hogyha ezt az egészet úgy összerakjuk, és azt mondjuk, hogy gyintűzés, kakas, és van benne két ló, akkor lehet az, hogy mondjuk szereplési vágyból, vagy azért, hogy elismerjenek minket, vagy megdicsérjenek minket, esetleg túlhúzunk bizonyos dolgokat, és az nem lesz jó. Erre érdemes még figyelni. Aztán van több segítő emberünk, tehát hogyha bárki bármiben elakad, akkor most érdemes segítséget kérni a környezetétől, hogyha van valami problémám, amit szeretnék megoldani, akkor érdemes elmondani az olyan embereknek, akik körülöttem vannak, mert nem biztos, hogy ők fogják megoldani, de lehet, hogy tudnak rá valamilyen segítséget, vagy rá valamilyen megoldást. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog. Tele van a hónap románcvirágokkal, tehát ez megint következik abból, hogyha nagyobb a szereplési vágyunk, és szívesebben mutatjuk meg magunkat, szívesebben kapcsolódunk emberekkel. Tehát még nagyon ott lesznek ezek, akár most, hogyha valaki ismerkedni szeretne, arra is egy nagyon jó időszak, vagy jó hónap. Még gondolom azt, hogy szeptember van, még nem lesz annyira hideg, még elmegyünk, programokat csinálunk, kültér, beltér, szabadtér, most még ugye el vagyunk engedve, de azért lóg a fejünk fölött az, hogy hoznak-e bármilyen szigorítást, korlátozást, stb. És még egy picit úgy szeretnénk élni, szeretnénk kapcsolódni, szeretnénk másokkal beszélgetni, programokat szervezni, stb. Tehát ez is ott lesz. És nagyon rejtettem mutatkozik egy energia, hogy lehet, hogy a földek miatt is, hogy lesz egy olyan, hogy nem merünk úgy belevágni dolgokba, tehát hogy egy picit félünk belevágni dolgokba, és hogyha ha van valami konkrétum, amit szeretnénk megcsinálni, akkor azért érdemes afelé elmenni, mert oké, hogy a többi földenergia, tehát hogy földel minket, és törekszünk a biztonságra, de azért megmutatni szeretnénk magunkat, de nem tudjuk, hogy kezdjünk bele, ne kezdjünk bele, hogy mégis bizonyos helyzetekben nem árt egy kis bátorság, tehát hogy higgyük el, hogy meg tudjuk csinálni azt a dolgot, amit szeretnénk. Tehát legalábbis kezdjük el. Tehát mondom, nem annyira a megvalósításokról szól ez az időszak még. Mondjuk az alapozásról. De az alapozás, igen. Hogy azért ne féljünk belekezdeni valamibe. Vagy ugye szokták mondani azt, hogy nem kell mindig a tökéletességre törekedni, nem kezdjünk bele, és majd közben kialakul. Tehát hogyha azt várjuk, gyerekvállalásnál szokott ez lenni, hogy mikor van jó időszak a gyereket vállalni, és most még nem jó, mert nem költöztünk el, most kicsi a lakás, most még nincs kocsink, nem jó a fizetésem, és sose jön el az az időszak. Tehát, hogyha ezeket így összerakjuk, akkor azt lehet mondani, hogy ha hiába szeretnénk valamit tökéletesen megvalósítani, de ha tökéletlenül el tudjuk kezdeni, akkor kezdjünk bele ebbe a dologba szép lassan, és majd kiforja magát. Nagyjából ezek azok a dolgok. Rendben. Szóval akkor yin, tűz, kakas. Hónapja előtt állunk, ami szeptember 7-én veszi kezdetét. Vannak szép számmal azért románcvirágok benne, segítő emberek, szóval azért kommunikáljunk és kérdezzünk. Ne legyünk annyira maximalisták, mint amennyire esetleg szoktunk.
illetve figyeljünk akkor, hogy az elfolytások ne csapjanak át ilyen hirtelen indulatkitörésekbe. Meg az agyalás, bocsánat. Az agyalás, nagyon jó, köszönöm. Hogy hajlamosak lehetünk esetleg dolgokat túlagyalni, túlparázni. Tehát, vagy hogyha mondjuk sok szabály van az életünkben, akkor annyira ráfeszülni azokra a szabályokra, hogy már attól nem látjuk az erdőt. Tehát abban meg egy pici lazítás. Tehát nem kell nekünk minden nap úgy lefeküdni este, hogy Úristen, mi történt ma, Jézusom, ezt hogy oldom meg, azt hogy oldom meg. Tehát egy picit próbáljunk az élethez rugalmasabban állni. Oké, tehát legyünk rugalmasak, és nem ismétlem már el, csak így összefoglaltam, hogy ha pedig valaki érzi magában, hogy egy picit jobban megmutatná magát, és egy kicsit exhibicionista hajlamai vannak, akkor élje meg, mert a kakas az tökéletesen támogatja ezt a fajta ambíciónkat, vagy törekvésünket. Köszönöm szépen, hogy összefoglaltad. Én is köszönöm. Az előttünk álló hónapra vonatkozó legfontosabb szempontokat, tendenciákat így a kínálatról a szemszögéből, és kíváncsian várom azt, hogy milyen lesz majd a nyugati, hiszen a kettő együtt fogja kiadni a teljességet, mivel nem egy időben fognak megjelenni ezek a bizonyos videók, sőt biztos, hogy a nyugati hamarabb fog megjelenni, ezért aki esetleg lemaradt volna róla, az okvetlenül keresse, és nézze meg azt is, és a kettőt vesse össze, és csemegézzen belőle, okuljon belőle. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, várunk legközelebb benneteket. Köszönöm, Jutus, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Én. Sziasztok, boldog napot. Sziasztok. Száraz György nyomtatásban megjelent könyvei megrendelhetőek a nafallas.hu oldalon, illetve hangos könyvként elérhetőek a voice.hu oldalon.